A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szép estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. Egy mindig szívesen látott vendéget invitáltam ma a stúdióba, annál is inkább, mert hogy a Vörösmarty Társaságnál is megindul az élet, illetve megindult. Erről fogunk beszélgetni, annál is inkább, hiszen két olyan kiadványt is tartok a kezemben, amely nagyon-nagyon fontos a kultúra kedvelőinek, akik az irodalmat is kedvelik. Az egyik a Velence Tavi irodalmi gondolat, ami tulajdonképpen egy előzmény, ez az ingyenes kulturális újság egy fantasztikus ötlet volt, vendégem Bobori Zoltán. Szeretettel köszöntök, köszönöm a meghívást. No, hát ez a hatodik szám, és azt hiszem, hogy ez nagyon-nagyon fontos pillanat volt, hiszen ez egy olyan ingyenes lap, amelyben a nyár folyamán azért nagyon sokan lehették örömüket, hiszen ez egy, azt mondom, hogy íve van a történetnek, hiszen versek, és így tovább, kis novellák, minden szerepel ebben. De tulajdonképpen nem ezért jöttünk, mert mondom, ez az előzmény, hanem azért, mert nagy meglepetésemre nem a postás hozta, hanem te adtad nekem, fehérvári nyári lapozó. Ez viszont egészen különleges, erről fogunk beszélgetni, a kiadja a Vörösmarty Társaság, a felelős kiadó természetesen, te magad vagy. Honnét jött a gondolat? Hiszen ez egy annyira színes, sokívű, és azt gondolom, hogy veretes gondolatokkal, versekkel teli lap, ami feldobja ezt az időszakot mindenképpen. Nagyon szépen köszönöm a meghívást, elsősorban ezért, hogy erről beszélhetek, aminek előzménye az a Velencei Tavi irodalmi, szintén ingyenes kiadvány, amit az előbb bemutattál. Néhány évvel ezelőtt jutott eszembe, hogy a bármelyik strandra, fürdőbe elmegy az ember, és természetesen pihenő embereket lát, akik ülnek a széken, vagy a pokrócon, vagy a padon, és többen olvasnak, tehát azzal töltik az idejüket, hogy olvasnak. És megnéztem, éppen az Agárli termálfürdőben, hogy milyen kiadványok állnak a rendelkezésükre azoknak, akik ott megfordulnak mondjuk egy ilyen fürdőben, vagy strandon, vagy bárhol, és hát akkor úgy éreztem, hogy ebből a repertoárból hiányzik egy olyan kiadvány, ami az irodalmat népszerűsíti. És hát természetesen a szokásos aggodalommal és bizonytalansággal, de megkerestem Gárdony polgármesterét, Tóth Istvánt, aki számomra egyáltalán nem meglepő módon rendkívül örömmel állt az ügy mellé, és ki tudtuk adni most már harmadik alkalommal ezt a Velencei Tavi irodalmi gondolat című kiadványt. Rendkívül sikere lett. Rendkívül sikere volt. Nekem utána nem sokkal Ceglédről írtak, hogy itt járt az illető hölgy az Agárdi termálfürdőben, és nagy meglepetésére egy ilyen kiadványt kapott ott, vagy tudott elolvasni, és ezért gratulált nekem is további hasonló munkát kívánt nekem, jó munkát kívánt nekem. És aztán hát tulajdonképpen ennek a példája nyomán gondoltunk arra, hogy ezt Fehérváron is meg kellene ismételni, ki kellene adni egy ilyen kis lapozót. Igen, mert én azt tapasztaltam, amikor elolvastam, tehát végigolvastam nyilván, hogy van benne könnyed, de viszont a mélységek sem hiányoznak. Ugyanúgy, hogy a stíluskavalkád is megvan, ami a Vörösmarty Társaság tagjait jellemzi.
Hát nézd, természetesen most erre kellett ügyelnünk, és erre is ügyeltünk, és ez vezérelte nyilván a szerkesztőket is, hogy igazi nyári, könnyed olvasmányok, szórakoztató olvasmányok legyenek benne elsősorban. Hát én azt hiszem, hogy ez sikerült. Mindenki beleállt, én látom, tehát itt a címlapon már is a László Zsolt a Hentesnél, ez egy rövid gondolatsor, ez azt hiszem fantasztikus, ajánlom mindenkinek, mint ahogy Pálfalvi András 4 versét is. A szerzők hogy voltak ezzel, hiszen azért nyáron nagyon is jól tudjuk, hogy mindenki elfoglalt, ide megy, oda megy, és egy kicsit megpihennek. Nagyon nagy örömmel vállalták, és talán egy valaki mondta azt, hogy nincs most hasonló, vagy ehhez hasonló írása, de mindenki nagy örömmel, és aztán hát a fogadtatás az meg számomra különösen nagy öröm volt, és válveregetéssel járt mindenki számára, úgyhogy... Egy kicsit lapozunk bele, mert most a hátoldalát nézem, Ambrus Lajos Korondi barátunk is egy remek kis novella, és egy vers is a táncról. Köröz a szerelem, szégyen piac porzik, cicomás jókedven feketét virágzik. Ez abszolút jellemző rá egyéb iránt, de én azt hiszem, hogy nagyon jó, hogy itt van köztünk. Igen, és hát van más határon túl is, pontosan emiatt Fellinger Károly verseivel akartunk megelőzni egy könyvet, és népszerűsíteni egy nem sokára megjelenő könyvet, ugyanis Fellinger Károly Fehérvár 110 köztéri képzőművészeti alkotásához írt verset. Igen. Tehát az összes köztéri szobor, emléktábla megtalálható, Fehérváron megtalálható hasonló köztéri alkotásról írt verset. Igen, a jókai Fellinger Károly barátunk. Igen. Csak annyit röviden, hogy a Fehérvári szobrok alá címmel, én azt hiszem, hogy remek történet, ugye Vörös Marti Mihály szobra szerepel, amely Vaj Miklós alkotása, aztán a Kocsis Balázs szobor, Kati néni nem maradhat ki, Szent László királyunk, aztán a Kelőnapsugár Bori Jenő, egy Bori mester a maga, ami ugye a Borivár előtt láthatunk, aztán a Pácai Pál 10-es huszárok emlékművéről és a Gyóni Géza szoborról. Ez mind, én azt mondom, hogy olyan vers, ami azt hiszem, hogy megidézi egyrészt a költőt, a nagyívű életpályákat, és ráadásul annyira könnyed, hogy ezzel én azt hiszem nagy sikert aratna egy idegenvezető is. Hát én nagyon bízom benne, azt írtam talán a recenzióban, hogy ez egy bravúr kötet. Tehát az, hogy Fellinger Károly költői bravúr kötet, hogy ehhez a 110 köztéri alkotáshoz ilyen könnyedén, és még egyszer mondom, költői bravúrral írt rövid verseket természetesen, de hát azt meggyőződéssel állítom, és majd a kedves olvasók is megérezhetik ezt, hogy ehhez egy olyan költő szükségeltetett, aki rajongásig szereti Fehérvárt. Válasz egyet, vagy akár kettőt is. Ezek közül? Hát melyiket jónak látod? Hát akkor, hogyha már a Kati néni szobra alatt szereplő versről van szó. Kati néni, a feltájos asszony túlélte az üzletláncok szorítását, hisz a leggyengébb láncszem a kapzsiság, az ő észjárása, meg a kiskocsi kerekek ütemére jár, a régi egykori fehérvári piac felé tart portékájával az idős asszony, kiskocsittól mindenkinek előre köszön. Elterjedt hiedelem, hogyha egy iskolába igyekvő gyermek reggel megsimogatja Kati néni bronzszínű orcáját, tanára aznap nem felelteti. Fantasztikus. És ez a tulajdonképpen egy nagyon kedves szokás lett a városban,
a városiak és az ide látogatók számára. Igen, kellően játékos ahhoz, hogy odafigyeljünk rá, és azt hiszem, hogy egy kicsit elmélyüljünk, hiszen mostanában azért ebben a felgyorsult világban egyre kevesebbszer fordul elő, hogy megállunk egy szobornál, és elkezdünk gondolkodni, hogy vajon ki volt ő, mit köszönhetünk neki, hogyan, miként került a városba. És ha valaki ezt elolvassa, akkor látja, hogy játékosan is fel lehet ezt fogni. Igen. Mint ahogy kellő játékossággal fogalmaz Pémaklár Éva. Számomra meglepetés volt, hiszen a verseit ismerjük, hogy most már kis novellákkal jelentkezik, és azt hiszem, hogy azok is megállják a helyüket mindenféle értelemben. Ugye a Szokeresz bácsi és a Pisti tanár úr is olyan mélységeket takar, ami azt hiszem, hogy nagyon-nagyon fontos. Amikor elkezdted összerakni ezt a naplót, akkor mi volt az elsődleges cél? Azon túl, hogy nyilvánvaló, hogy nyáron olvashassák a Velencei tó mellett, meg bárhol másutt, de azt hiszem, hogy ennél volt, ami egy kicsit többre hivatott ez alap. Ez pontosan így van, Lajos. Nap mint nap halljuk a véleményeket és kapjuk a híreket, arról, hogy az emberek elfordultak az irodalomtól, elsősorban a költészettől, nem olvasnak már olyan lelkesedéssel és szeretettel könyveket, verseket, mint korábban. Most mindannak ellenére, hogy én nekem, de gondolom, hogy neked is vannak ezzel ellentétes tapasztalataid, egészen biztosan, hát sorolni tudnánk azokat a rendezvényeket, ahol fiatalok szerepelnek is, és meg tudjuk állapítani, hogy igenis szeretik a fiatalok mégis a költészetet, az irodalmat, versmondást. De nagyon elszomorító híreket is hallunk és tapasztalunk, és azt hiszem, hogy a Vörös Marti Társaságnak az elsődleges feladata az irodalom népszerűsítése, és visszavezetve, amennyire csak mi tudjuk és képességünk van rá, az embereket az olvasás szeretetéhez, meg az irodalom megkedveltetéséhez. Igen, ez egy jó út. Én mindenképpen azt látom, mint ahogy amikor felfedezek újabbakat, hiszen beszéltünk már erről, hogy korosodik a Vörös Marti Társaság is, szép szóval, de én most például nagyon örültem, hogy felfedeztem itt Berdó Kovács Erikát. Igen. Egy verssel, ami azt hiszem, hogy meglepetés, legalábbis nekem, de azt hiszem, hogy olyan jövőképe van, ami azt méltóvá teszi ahhoz, hogy egyrészt egy ilyen labban szerepel, és érdeklődéssel várom egyébként. Őt hogy tudtad felfedezni? Teljes meglepetés volt számomra. Erika, aki segített nekem, nagyban segített nekem ennek az újságnak a létrehozásában, és hát még egyszer mondom, hatalmas meglepetés volt, hogy küldött nekem egy verset. Na most nagyon sok verset kell sajnos visszautasítanunk, vagy mondhatom azt, hogy természetes, mert hát nyilvánvaló, hogy sokan küldenek nekem, nekünk olyan írásokat, amiket mondjuk egy várban nem tudunk megjelentetni és hasznosítani. Ezt nagyon nehéz mindig elmondani, és a szerzőnek a megértését kérni. Úgyhogy sok-sok ilyen verset kapok, vagy írást, bármilyen írást kapok. Viszont két nagy meglepetés volt nekem. Az egyik az Erika, aki teljes meglepetés volt, hogy küldött nekem egy verset, nem azért, hogy jelentessük meg valahol, hanem kíváncsi volt a véleményemre. Hát mondhatom, hogy örömmel megtettem. Jó, és akkor nyilván még vannak ilyenek, de ne feledkezzünk meg azokról sem, akik itt vannak, tehát például és általában szerepelnek, hiszen Bobori Zoltán Birka éneke is egy kellően játékos, de azt hiszem, hogy egy fantasztikus vers. És amiről meg még szeretnék beszélni, a Tornyai Gábor szerepvállalása. Egy kicsit tessék szó róla, hiszen az elmúlt időszakban elkezdett, én azt mondom, hogy remek verseket írni, ugye megjelent a kötete, azt tudjuk, és ugye öreghegyi plébánosként én azt hiszem, hogy,
hogy nagyon-nagyon sokat tesz azért, hogy a költészet, a vers, és általában az irodalom is népszerű legyen, hiszen az Öreghegyi plébánián is vannak olyan estek, amikor a fiatalokkal beszél, és egyre népszerűbbek. És én arra figyeltem fel, hogy ő egyébként is ékes szóló, mint minden katolikus pap egyéb iránt. Hát ő de, különösen. De ő különösen, és most például az Öreghegyi mulatságokon is egy olyan fantasztikus beszédet mondott, ami nagyon hatott nem csak azokra, akik általában templomjárók és hívők, hanem mindenkire. Tehát én azt mondom, hogy és ez egyébként lejön a verseiből is, mert, és az írásaiból, mert ha például ezt a szarvasűnő pillantását elolvassa valaki, ami úgy kezdődik, hogy szeretem az erdőt, ezernyi titok rejtőzik a levél alatt és avar alatt, minden ösvénye valami új felé vezet, hol rothadást látok, hol frissülő életet. És tehát önmagában ez stílusparádé, amit ő a verseiben, illetve ezekben a gondolatokban leír. Hát nézd, ha szabad ilyet mondani, akkor én rendkívül büszke vagyok arra, hogy én tulajdonképpen felfedeztem Tornyai Gábort, mint költőt. És hát nagyon-nagyon szívesen segítettem abban, hogy megjelenjen az első verses kötete, azt hiszem 2 évvel ezelőtt jelent meg, nagy meglepetést okozott. És hát annak meg külön örülök, hogy ez nem egy fellángolás volt Gábor atya részéről, hanem azóta is folyamatosan írja a verset, és talán megbocsátja nekem, hogyha megelőzöm, elmondom azt, hogy készül az újabb verses kötete, amit közeljövőben fogunk összeállítani vele közösen, és ha az első nagy meglepetés volt, az első kötet, akkor mondhatom azt, hogy most már egy nagyon széles látókörű, színes gondolkodású egyéniség, mélységesen hívő és a hivatásának élő ember, ami lejön a verseiből és majd ebből a kötetből. Most azt is elárulom, hogy Konrád Szutarszky, itt Fehérváron jól ismert és kiváló barátunk, lengyel-magyar költő, műfordítóról van szó, összeállított, vagy most van folyamatban egy közép-európai antológiát, ami 45 lengyel verset magyar fordításban természetesen tartalmaz, és mondhatom azt, hogy a kortárs magyar irodalom, vagy a közelmúlt magyar irodalmának legkiválóbbja is helyet kaptak. És hát nagy, természetesen nagy öröm, hogy a Vörösmarty Társaság is képviselteti magát ebben a kétnyelvű kiadványban. Közép-európai antológia, hát csodálatos az egész. És arra kért engem Konrád Szutarszky, hogy ajánljak papköltőt ebbe a kötetbe, hiszen Szabó Feri atya nem régen meghalt, akit azonnal ajánlottam volna. Kárpátalján, illetőleg Délvidéken él még egy papköltő barátunk, mondhatom, de Tornyai Gábort ajánlottam, és hát nagyon bízom benne, hogy benne is lesz, ami Gábornak is nagy megtiszteltetés lehet. Érdeklődéssel várjuk egyébként. Hát én is. No, majd beszélünk a Vörösmarty Társaságról minden, de akkor búcsúzzunk ettől a fehérvári nyári lapozótól egy verssel. Találsz még olyan verset, amit nekünk elmondanál? Mert azért azt látjuk, hogy a régi nagyok, tehát a Vörösmarty Társaság tagjai, Szegedi Kovács Gyuri, Balajti, ugyanúgy a Pálfalvi Andrásról már beszéltünk is, nagyszerű verseket írt ebbe a labba. László Zsoltról nem is beszélünk, csak hát ő ugye most már stílust váltott, és inkább prózával foglalkozik. Válasz valamit. Ez a prózája zseniális. De a prózája zseniális, így van. De hát az én kedvencem a költő barátaim versei közül, és azt hiszem, hogy
szintén egy hatalmas költői bravúr, a Szegedi Kovács Gyurinak a korábban megjelent Találkozás a gyönyörű régésznővel című verse. No. Először barnára égett vállát pillantottam meg, majd élben villódzó nagy szemeit. Apró finom mozdulatokkal teszi szabaddá a fejem, kipamacsolja, szemgödröm is, itt megáll. Combjára támasztott kezekkel térdel előttem a nő. Elmerengve bámul egy ideig, és izgatottan kotor, halad rajtam tovább, kutatva körülöttem is talán valami tárgy, ha előbukkanna megkönnyítvén a végkövesztetést. Férfi? Nő? Hogyan? Mikor? Miért pont itt? És kezdek már beleszédülni, ahogyan bikini alsóban átugrál fölöttem a gyönyörű régésznő. Csak kutat, ás, én pedig lassan kirajzolódom, még lábam takart, utolsó pamacsolás, tisztogatás, és már jól is festek így, a kondensz csíkos ég alatt, a se férfi, se nő. Itt vagyok én, kissé hiányos öltözékben, porral elvegyülve e jeles csont dombormű. Ló se, ékszer se feszít mellettem, semmim sincs. Bár még éltem, nem volt ennyi kukacom, majd hirtelen a gyönyörű régésznő a fejem fölé güngol, és bordáim közeit kezdi tisztogatni. Négy kézlábra állva halad tovább lefelé, lassan ágyékon fölé hajol, s lefújja a port. Azért érdekes volt. A régésznő feláll, én fekve maradok, két tökéletes maradványa, ismeretlen katonája a mindenségnek. Még várok, várok még valakire, aki kiemel innen erős kézzel, aki csontjaimat megeleníti és nevemen szólít. Igen. Egyet értek veled. Zseniális. No, ennyi volt a Fehérvári nyári lapozó, viszont essék szó a jövőről, hiszen a kényszerszünet alaposan megviselt szerintem minden irodalmi társaságot is. Hogyan tovább? Milyen jövőképe van a Vörösmarty Társaságnak? Hát ez az időszak most éppen olyan, mint mikor egy gőzgép leáll, leállítom egy gőzgépet, és aztán egyszer csak elkezdik fölfűteni, és elindul. Hát így kezdtük mi ezt a szezont a szeptember elején. Nyilvánvalóan ezeknek az örömöknek a jegyében, és hát készülünk azokra a rendezvényekre, amiket évek óta megrendezünk Fehérváron, így elsősorban a határon túli magyar irodalom napjait, de hát megjelenik most közeljövőben egy kiadványunk, volt Fehérváron a Vörösmarty Társaságnál egy emlékezetes kerekasztal beszélgetés, a legkiválóbb költő, írók, tudós emberek, vallásfilozófus, zeneszerző vett részt, és olyan sikere volt ennek a kerekasztal beszélgetésnek, hogy szinte kikövetelte tőlem mindenki, hogy ez jelenjen meg ezeknek az előadásoknak, hozzászólásoknak a szerkesztett természetesen változott. Egyetértek, hiszen olyan jövőképet vázoltak fel annak tükrében, hogy milyen volt a múltunk, ami azt hiszem, hogy nagyon sok érdeklődött vonzott, ott voltunk, beszámoltunk róla, és ez egy abszolút szerencsés találkozás volt ebben az időszakban a közönséggel is. És azt hiszem, hogy ezt persze, hogy folytatni kell. Hát ez nekem fantasztikus nagy öröm, hogy ez megjelenhet, mert még egyszer mondom, olyan hatalmas sikere volt, hogy remélem, hogy a könyvnek is nagy sikere lesz. A másik, a már említett Fellinger Károly, a Jókai felvidéki barátunknak ez a itt emlegetett
verses kötete. Készülünk mindazokra a rendezvény különböző beszélgetésekre, például Béma Klári Éva vendége lesz a közeljövőben, a Bakony Csernyei író társunk, aztán meglepetés lesz, egész biztos vagyok benne, mint hogy a Várban is meglepetést fognak kelteni majd az írásai, Legindi Péter, képzőművész és művészeti író, egy hihetetlen sokszínű, figyelemre méltó személyiség. Sok mindenről szeretnék vele beszélni, többek között például a kortárs magyar képzőművészetről, helyzetéről, hiszen ő ezzel foglalkozik. És hát természetesen tovább folytatja áldásos munkáját a Bokros Judit a fiataljainkkal. Nagyon bízom, hogy több lány, fiú jelentkezhet majd utánunk, hogy átvegye a mi szerepünket. Vannak közöttük tehetséges gyerekek is. Nagyon szeretném, hogyha... Én egyébként most találkoztam velük, akik a Bokros Judithoz is járnak, a Csíki verstáborban, a Varga Sándor verstáborban. Egy ciszteres diák, aki én azt mondom, hogy mindenképpen övé a jövő, de egyébként már ezeken a Bokros Judit által szervezett találkozókon is kiderült, hogy nagyon sok tehetséges fiatal van. Igen, hála igen. Istennek. Hát azt a múltkor is elmondtam, hogy természetesen nagy örömmel kell velük foglalkozni és bánni velük, de hát nyilván azért most a pályájuk kezdetén nagyon megfontoltan és csínyán kell irányítani őket. Én remélem, hogy nekünk lesz olyan képességünk, hogy ezt eredményesen tudjuk csinálni. Igen, hát egy olyan jövőképet kell nyújtani, amire azt hiszem, hogy képessé tenni őket arra, hogy feldolgozzák a különböző impulzusokat, amelyek érik őket, mert azért valljuk meg, hogy nagyon sok olyan van itt a 21. ebben a, mindig mondjuk, hogy felgyorsult, de ez valóban, és ők ezt másként élik meg. Úgyhogy ez így nagyon-nagyon jó. Én mit kívánjak, Zoli? Fogunk találkozni még számtalanszor. Én azt ígérhetem, hogy a Fehérvár Televízió, illetve a Paletta Kulturális Magazin az nyitott továbbra is a Vörös Marti Társasággal szemben, hiszen remek költő barátaink vannak, író barátaink. Nem tudom, hogy szabad-e most szerepet cserélnünk, és elmondjam azt, hogy nem sokára bemutathatjuk. Igen, bemutathatjuk. A könyvedet. Igen. Ami azt hiszem, hogy nagyon nagy érték itt a város kulturális életében. Hát ez most így sikerült, ezt nem tisztem megítélni egyéb iránt, de nagyon fontosnak tartottam ezt a könyvet, annál is inkább, mert hogy ugye ebben a kötetben az benne vannak a Szent György Egyetemi Oktatókórház orvosai, méghozzá Östör Lórántól, akit én legalábbis ez a saját véleményem méltatlanul elfeledtünk, hiszen amikor 1956-ról beszélünk a szabadságharc és forradalom székesfehérvári eseményeiről, akkor mintha őt elfelejtettük volna, holott orvosként nagyon sokat tett a forradalom idején, a közért, az orvostársaiért, a betegekért is, aztán valahogy elfeledtük. De mindegy, vele kezdődik, és a kuhárérával folytatódik értelemszerűen, tehát Gógl főorvos úr, Soltán, Móricz, Solt, Isten sajnos már nem lehet köztünk, és eljövünk egészen a napjainkig, tehát Bucsi professzor úr, Izbéki, Zahár, tehát körülbelül 40 orvos szerepel. Segítek neked a könyv megítélésében, jó? Ez az 5. fehérvári beszélgetések. Igen. Vagyis ez egy fantasztikus kor dokumentum. És nem csak a történések miatt, hanem a személyek és a személyiségek és a sorsok miatt. Úgyhogy igen. Hálás köszönet. Remélem, hogy folytatása következik. Hálás köszönet érte. Én köszönöm, hogy megemlítetted, és köszönöm, hogy megtiszteltél. Természetesen ott leszünk a Vörös Marti Társaság bemutatkozó előadásain, ahogy eddig is. Köszönöm, hogy itt voltál. Én is köszönöm neked.
Kedves nézőink, a fehérvári beszélgetéseket látták, vendégem Bobori Zoltán volt, a Vörös Marti Társaság elnöke, témánk pedig a fehérvári nyári lapozó és sok minden más, ami foglalkoztatja az irodalom kedvelőket. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra! A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.